Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Nazdanis cuccok a videós boltnál, link a leírásban. Ja, és köszi, ha vesztek. Sziasztok mindenki, ma egy történetmesélős videó érkezik, mert megint bénán vezettem. Aki látta a régebbi videóimat, tudhatja, hogy voltak vezetéses bakiaim, és ez ma se volt másképp. Ez úgy durván a videó feltöltése előtt 3 órával történt. Elmegyek aranyosan boltba, zsáki, szemetes zsáki, megküldött édesapám. Beparkolok, nagyon kemény vagyok, beparkolok a bolt elé. Köztudott, hogy az autónkon jelenleg nem működik a rükkverc. Nem veszi be a sebességet. Beállok a bolt elé, megjöttem miatt oszva. Gyerekek, jó van, indulok el. Na mondom, meg tudok fordulni, van annyi hely. Megfordultam, és hát nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy én azt szerettem volna, és előttem volt egy ekkora árok. Na most, ha én abba belemegyek, akkor hívni kell minden tűzoltót, mindenkit, mert én onnan nem tudok kijönni. Keresztbe álltam, gyerekek, a főúton, nagyon forgalmas út, de most hál' Istennek nem jött senki. Akkor próbálom berakni rükkverzbe, mondom, ne csesszék ki velem autó, de nem sikerült. Kiszállni nem tudtam segítséget kérni, gyerekek, mert pont lejtett az árok felé az út, szóval ha leveszem a fékre az aranyos kis lábacskámat, akkor belegurlok az árokba. Na most legyél okos, Dani, oldalról jönnek, akkor gázol, mert nem férnek el, mert keresztbe álltam az úton. Ha elengedem a féket, akkor belemegyek az árokba. Rükkvercet nem veszi be. Kiabálni meg nem fogok, mert nem égetem le magam az utcán. Gyerekek, képzeljétek-e, mondom, egy lehetőség volt, ha jobbra elhúzom a kormányt, ott volt egy bejáró, talán egy kicsit belemegyek az árokba, de talán nem fog lecsúszni a kerék. Hát gyerekek, már úgy voltam vele, szólok édesapámnak, hogy gyere apám, mert én aludtam egy kicsit, de aztán képzeljétek el, hogy éppen hogy csak majdnem lecsúszott a kerék, és ki tudtam menni, hála Istennek nem történt nagyobb probléma, de hogy ennyi eszem legyen. Szóval tényleg elég vicces volt, nem volt vicces, nagyon izgultam gyerekek, hogyha becsúsztatom a kocsit az árokba, akkor nem lett volna jó, se senkinek, se nekem, se a családomnak, főleg nem apámnak, mert szerintem azért bánta volna egy kicsit az autó, elég nagy árokról volt szó, hál' Istennek nem történt semmi probléma, itthon jó kiröhögtek, most már én is röhögök, de akkor nem nagyon röhögtem, amikor képzétek el, szenvedek, hogy berakom rükkverzbe folyamatosan, de nem veszi a sebességet, mondom, mi van autó, jó vagy? Nem válaszolt, hogy nincs, de én tudtam, hogy nincs jól. Jó, úgyhogy így történt, gyerekek, ha tetszett a történetmesélős videó, lájkoljátok a videót, mert ha nem lájkoljátok, akkor nem lesz több videó, tudjátok, ez most már rajtam ragad, az utolsó ilyen paródiás videóm óta, mint olyan sok lett volna, egy volt. Na mindegy, videó végén meg tudjátok nézni, hogy miről van szó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és ha szeretnétek még ilyen történetmesélős videót, akkor iratkozzatok fel, meg ilyen, tudjátok, ilyen alapdumák, amik a videó végén vannak. Na, köszönöm szépen, sziasztok!